Nagy szeretettel köszöntöm Fénár Tamás fotóművészt, akinek a kiállítását készülünk megnyitni, és Fábián László írót, aki vállalta, hogy megnyitja a kiállítást. Annyit szeretnék előjáróban elmondani, hogy 5 évvel ezelőtt az ember hisz, egy bizonyos idő után elkezd hinni ilyen számokban, meg ismételésekben, meg fontos alkalmakban. Hogy 5 évvel ezelőtt ezt a kis galériát úgy nyitottuk meg, hogy a Tamás kiállításával nyitottuk meg. Tehát 5 év telt el a galéria életében is. Az első aláírás, ami erre a kis boltívre fölkerült, és most már látható, hogy elég szép számban vannak ott aláírások, az a Tamás aláírása volt. Azt a titkot elárulom, aki majd meg akarja nézni, hogy ez hol van. Ugye ez került ide jobb oldalra, a legalulra. Mert a Tamás egy ideig gondolkodott, mondtuk neki, hogy ez lenne a hagyománya a galériának, hogy itt ezen a boltíven minden kiállítónk elhelyezi az aláírását, és akkor Tamásnak az első kérdése az volt, hogy tudjuk-e, hogy hol szoktak aláírni téglákat, és akkor mondtuk, hogy nem tudjuk, hogy hol szoktak. Mondta, hogy hát a börtönben szoktak aláírni, de ezzel együtt is nagyon tetszik neki ez a hagyomány, úgyhogy gondolkozik rajta egy kicsikét. És aztán itt eltelt az idő, és egyszer csak azt láttuk, hogy Tamás így, nem tudom máshogy mondani, így egyszer csak így elvágódott itt a padlón, és azt hittük, hogy Jézusom, mi van most itt, tehát nem a meghatódottságtól, vagy csak a fáradtságtól, de nem, hanem a kezében a filctollal a két legalsó téglát írta alá. A történetnek az is egy fontos része, hogy tényleg így Tamást már régóta ismerve, és tényleg azt lehet mondani, hogy egyfajta barátságot is kötve vele, azt lehet mondani, hogy nem a szokványos megoldások lenne. Tehát, hogy nagyon büszkék vagyunk erre az 5 évre is, de ez egy másik téma, a legbüszkébbek most arra vagyunk, hogy a Tamást megint itt üdvözölhetjük egy új kiállítással, és azt is el kell mondjam, hogy ez tényleg egy fantasztikus pillanat abba is belegondolni, hogy 5 évvel ezelőtt hogyan gondolkodtunk erről az egész dologról, hogy mivel, milyen anyaggal volt itt a Tamás, és most pedig itt üdvözölhetünk egy teljesen új korszakot, egy teljesen más irány. Tehát, hogy egy galéria, együtt élhet és elkísérhet egy alkotót a különböző korszakainak a bemutatásában is. Úgyhogy ezt nagyon fontosnak tartjuk, és nagyon-nagyon büszkék is vagyunk rá. De most már nem beszélek többet, hanem átadom Fábián Lászlónak a szót, és meg kell, hogy nyissa meg a kiállítást. Hölgyeim és barátaim! A második törvénykönyv negyedik részében, a 12. versben hangzik el. Alakot nem láttatok, csak hangot. Úgy lehet, talán úgy van, miként a költő gondolja, a művészet jelképek erdeje. Talán nem is képes más lenni, mivel ha más lesz, nem lesz művészet. Persze korán sem pusztán a művészetet uralják a metaforák, a mindennapi élet ugyancsak jócskán telve velük, élő vagy holt metaforákkal, működő vagy már megbénult jelekkel. Az ember azt gondolná, amikor konkrét tárgyak képeiből összeállított fotókat, uram, bocsá, festményeket lát egy kiállító terembe, akkor ez a zaslik látvány megáll autonóm valóságosságában, mondjuk, mint egy a százesztendős új tárgyasság normái alapján, úgy szólván a platóni gondolkodásnak megfelelően, miszerint a művészet utánzás. Csak hogy rá kell döbbenni, a nagyapaim a sáljának megidézésével, lefényképezésével a látótérbe tolakodik az alkotó szubjektum, az ő viszonya az említett tárgyhoz, azon keresztül a nagypapához. Vagyis óhatatlanul történet, történetek sora lapang, hadd fogalmazzak így a tárgy alatt, a ráközelítés nyomban valami elrejtettre kezd utalni, a sálképe metaforaként cibálja elő a maga fölöttébb összetett múltját, és avanzsálja jelenni a műben. De ilyesféle történik akkor is, amikor nem föltétlenül személyhez kötődő tárgy, tőcsavar, rugó, körfűrészlap, radiátor darabok, acélrudak, stb. Jelennek meg a képen, egyértelmű tárgyiságukban,
Noha egymásra utaló helyzetekben, esetleg távoli asszociációkban, ilyen-olyan műveltségekre appelláló korrespondenciákban. Vagyis a néző feladata nem csupán az, hogy nézzen, sőt még csak nem is kizárólag gondolkodására történik hagyatkozás, de a megértés elvárja teljes civilizációs készletének mozgósítását. Mivel egyszeriben jelképrendszerrel áll szemben, a rugó spirális absztrahálódik, a radiátor részek hálókat, raszterokat asszociálnak. Nyilvánvaló továbbra a tárgyiság, ám de működni kezdenek viszonyok, viszonyrendszerek, újfent valami virtuális, valós történetet, emléket, érzést, tehát lírát lebegtetnek. Természetesen, ha a rugó spirál, akkor részesül a teljes spirális szimbolikából, teszem azt a nukleinsavak molekulális szerkezetéig. Amennyiben pedig még nyilvánvaló metaforikusságokkal társul, esetünkben például hallal, netán tojással, már is átrendeződik a szignálok jelentése, alkalmasint a mitológia területére érkeztünket jelzik. Nem föltétlenül olyan evidens magánmitológiákéra, mint a nagypapai masája és a sakterkés kevésbé szürreális képzettársításánál, de valamiképpen mégis egyéni, egyedi mítoszokra hajazva, azokkal operálva. Mert a hal és a tojás önmagában vallási, azaz rituális jelkép mind a zsidó, mind a keresztény kultúrában. Tehát az összetételekben, a kompozíciókban magukon viselik, magukkal hordozzák eféle utalásaikat. Az viszont már a nagypapa imasájánál világossá lehetett, hogy itt kitüntetett hangsúllyal van jelen a zsidó kultúra, a zsidó hagyomány, mi több, a kiállítás utolsó részében, majdnem azt mondtam etapjában, par excellence nyitva az őskönyvre, a Tórára, mindegy talán azt is jelezve, annak szentségéből idomítva mindennapi, kétségtelenül, profánt szintén. Ezt az ismertebb alkotói indítatásoktól, gesztusoktól jócskán eltérő, jóval személyesebb, láthatólag a szubjektív forrásokra bátran hagyatkozó művészetet címkézte az 1972-es Kasseli dokumenta individuális mitológiának, semmiképpen nem stílus kategóriaként. Féner Tamás esetében, mert hogy eddig is róla esett szó, jellemezhetnénk szürreális konstruktivizmusnak, vagy konstruktív szürrealizmusnak, amelyek bizonyos dadaista feelinget hordoznak. Kicsit a konstruktivitást is egymásra rétegződő kultúrjavakként fogva föl, hiszen sokszor, mint Gesunken, ez kultúrgút idéződnek fölszínre, ugyanis egyebek közt az eredeti héber nyelvű tóra szöveget sem tudjuk értelmezni, valójában faktúrának értékeljük, ám bár sejtünk valamit tartalmi mögötteséből. Mindenek előtt a történelmi teret, a mitológia örök idejét. Ha pedig már a térnél tartunk, szembeötlők egyes Féner konstrukciók, gyönyörűségesen nyugtalanító, enyész pontos illúzionizmusa. A fölsejlő semmiből a röpke itt léten át, a két kereten át, ha tetszik, a lecsengő semmibe tartó végtelen, újra meg újra szívbe markoló tudatosulása. Az irdatlan rezignációja, amire a filozófus figyelmez föl, megrázó őszinteséggel. Féner esetében a képet átlósan átszelő, még inkább átfúró dimenzió hangsúlyt értve rajta. Tetten érve a végtelent a szakaszban, apokrif virtualitásában. Deleuze és Guattari fogalmazását átvéve, a végtelen, a behatárolt és a nem folytonos ebben az értelemben állnak ugyanazon az oldalon. Az elmondottakból minden bizonnyal kikövetkeztethető,
Fénert Tamás életművének hozzánk közelebb eső szakaszát, ezt reprezentálja ez a bemutató. Elsődlegesen képzőművészetnek tekintem, mint egy félreismerhetetlenül egyedi, a korábbiakból leszármaztatható fotóhasználat nagyszerű és a szó szoros értelmében rendkívüli eredményének mérvadó és hiteles jelenségének. A dolgok fizikai tulajdonságából kibontakoztatott metafizikájuk fölmutatásának. Nos, ha óhaja szerint ezek a képek jelek szeretnének lenni, vélhetőleg kiváltsága teljesült. Hölderlini értelemben föltétlenül, mivel jel vagyunk, ám a mester szerint nem Deutungslos, hanem jelentéses jelek. Köszönöm.